érdeklődéssel várom a most elhangzó kérdéseket is. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, miniszter úr. És akkor most szokásainak megfelelően a bizottság tagjainak lehet kérdést, véleményt kifejteni. Gőgös Zoltánnak adok először szót, látom. Köszönöm. Tisztelt miniszter úr, tisztelt bizottság, hát elég sok témát vetett fel, nyilván felszínesen, ami érthető egy ilyen típusú előterjesztésnél, de hát nyilván megpróbálunk konkrét kérdésekkel, bizonyos ügyekre jobban ráirányítani a figyelmet. Lasszálja kezdte miniszter úr, ami én azt gondolom, hogy talán a legnagyobb gondunk, ami évtizedek óta van, és ezért azt hiszem, hogy kicsit el is, félre is kell, sok mindent félre is kell tenni, ami egyébként belső vitánk, és ennek a megoldását kell valahol közösen kitalálni. Na most, amit mondott miniszter úr, hogy milyen intézkedések történtek, ez a kormányzati intézkedés igazából én szerintem egy kommunikációs ügy csak. Tehát érdemi megoldást azokra a problémákra, azok a források, amit miniszter úr itt is említett, igazából nem elegendők, ugyanis egy semmi más nem történt, mint egy májusi zárulásnak a visszaadása a minisztériumnak, és ebből nem új források keletkeztek az eredeti költségvetéshez képest, hanem kicsit nagyobb mozgástér. Ami nyilván egy bölcs dolog volt, tehát én is azt gondolom, hogy eleve a zárulás is probléma volt, de az, hogy ez most ilyen értelemben a minisztériumot kicsit máshogy érinti, ez rendben van. De azért én eléggé meglepődve olvastam, amikor itt duplájára növekvő állati jóléti támogatásokról volt szó a kommunikációban, amikor ez nyilvánvaló, hogy 20%-os mértékű, ami nem kevés, hozzáteszem, de azért arra figyelni kell, hogy ezzel lehet egy olyan hatást is elérni, hogy ugye mindenki azt hiszi, hogy itt akkor mindenki minden segítséget megkap, legalábbis a laikusok, közben a termelők meg pontosan tudják, hogy ez önmagában részben az előrehozás, ami már így jönnek össze a számok, hogy itt nem új pénzekről van szó, hanem előrehozás, illetve az Európai Uniós határig elment a tárca a 20%-os emeléssel, amit még ugye nem kell bejelenteni. Tehát ezt mindenki tudja, hogy ha ennél nagyobb mértékű állatjóléti támogatást akartunk volna adni, annak egy hosszabb előkészítés kellett volna, amire nyilván most nincs idő. A másik szóba került az előleg. Az előleg az standard ügy most már évek óta Európában, tehát ez nem egy asszállyal kapcsolatos intézkedés, hozzátéve, hogy a bizottság még soha nem utasította el a tagállamoknak az ilyen típusú kérését. Egy dologhoz ragaszkodott, hogy minden rendben legyen, mire a kifizetés megindul. Tehát nincs kockázata igazából áll a dolognak. Hát nyilván elő kell finanszírozni, amit tudjuk, hogy nem mindig egyszerű. Az viszont érdekelne, hogy esetleg nem gondoltak-e arra, hogy a 80%-ot igényelje el az ország lehetőséget, ugyanis volt erre példa 2010-ben. Tehát, hogy 80%-os mértékű előleget is lehet fizetni. Az pedig a költségvetés számaiból következik, hogy decemberben várhatóan nem lesz a második fele kifizetve. Vagy pedig nem passzol a 2013-as költségvetés. Tehát ugye ez az az örök téma, ami mindig játék a számokkal, hogy hogy is jönnek ki ezek az uniós kifizetések. Ezt valahogy azért gondolom majd megpróbálják megoldani. A másik, hogy elég nagy hangsúlyt kapott ez a hitel lehetőség, ami én szerintem rosszabb lett, mint volt. Ugyanis egy 50 milliós plafonú, de minimis alapú hitel, az pont azoknak nem segít, akiknek igazából takarmányt kell vásárolnia, és mondjuk nagyobb tételbe. Ugyanis legtöbbük már igénybe vette a de minimis lehetőséget, tehát magyarul nem fog hozzájutni kamat támogatáshoz. Ez megint csak egy olyan dolog, hogy jól hangzik, de igazából én szerintem az érdemben nem segít. Ami segítene, az a kármentő alapnak a nagyobb arányú feltöltése, biztosan szóba került ez, erről beszéltünk bizottságban is többekkel. Én azt hiszem, hogy mindenképpen kellene a piacoknak egy olyan üzenet, hogy a kormánynak van szándéka erre, ugyanis nem lehet 2%-os mértékű kárenyhítés Magyarországon. Tehát 10% alatt még talán soha nem volt. Voltak extrém évek, amikor ez elment 30-40% is, nyilván nem ilyen kár mellett, azért hangsúlyozom én is. Tehát itt senki nem azt várja, hogy mondjuk a 400 milliárdnak ugye a 30% körrészt levéve, meg valami biztosítási pénzt a felét odaadják, mert erre egyértelműen nincsen lehetőség, de az, hogy néhány 10 milliárd forint plusz legyen, tényleg azoknak, akiknek nagyon-nagyon komoly likviditási problémát fog okozni, és takarmányvásárlási problémát fog okozni ez a dolog,
az nem lehet megkerülni, én azt gondolom. És ezt meg kell oldani valamilyen szinten, ezt ellenzékből annak idején nagyon hevesen követelték a itt ülő gazdaszerveti vezetők, tehát egy kicsit szeretném, ha most is aktívabbak lennének ebben az ügyben. A másik, hogy a takarmánybiztosítás az most Magyarországon talán a legfontosabb ügy. Ugye a laikus számára persze könnyen elhihető az a szám, hogyha Magyarországon van 2,8 millió tonna igény, takarmányigény, mondjuk kukoricából, és terem 4 millió, akkor az rendben van. Csak az nem így működik. Ugye aratunk elég intenzíven, sajnos, szeptember közepén, és hát egy előnye van, szárítani nem kell, de hát ugye ez most lehet, hogy szívesebben szárítanák majd október végén a 10 tonnás kukoricát, mint most a 2 tonnásat. Az a probléma, hogy el fogják vinni a kukoricát. Ha a Duna most jobban hajózható lenne, akkor ez már sokkal intenzívebb lenne, de így is kamionok viszik el a kukoricát kombájn alól, miniszter úr. Tehát ha nem lép az állam valami hasonlót, mint annak idején 2008-ban, amikor uniós készletek voltak Magyarországon, és vásárolt föl belőle a két végül is valamilyen állami hátterű tárolókkal rendelkező állami cég, akkor nem lesznek olyan termelők, ahol nem lesz takarmány. És egy kicsit átvezessem akkor a földtörvényre az ügyet, mert nyilván ilyenkor jönnek elő azért igazából a számok. A földtörvénnyel, mert a miniszter is említette, a legnagyobb probléma az, amellett, hogy szerintünk egy jogtechnikai fércmű, és azért kíváncsiak lennénk, ezt kiírta, de most félretéve azokat a problémákat, amik csak ilyen apróság, hogy a teljes ügyvezetésnek, egy társas vállalkozásnak, agrárvégzettségűnek kell lenni. Hát itt vagyunk néhány, akik dolgoztunk ki, vagy dolgozunk ilyen helyen. Hát azért jogi képzettségű ember nem árt, meg közgazdás se árt. Ezek olyan dolgok, amit már nem kellene mérgezni még az ügyet. A másik, hogy itt a létszámkorlátok és a területkorlátoknak az ügye. Megmondom őszintén, aki leírta azt, hogy 1200 hektár maximális terület, de csak akkor, hogyha 100 fője van, mondjuk azt nem tudom, mi van, 101 van. Erre majd lehet, hogy valaki tud itt válaszolni, mert akkor semmi nincs. Tehát ugye ez törvényben így van, ugyanis nem legalább 100 fő, hanem 100 fő. Így le van írva. Hogy értsék, miről beszélek, nem akarok egy komplett takarmány és terület mérleget most felvezetni, mert erre szerintem nincs is idő, meg nem is mindenki értené, de azért egyet látni kell. A magyar állattartás és a tejelő tehenészetek zöme és a megtermelt zöme nagyjából a szakosított telepekről jön. Mondjuk vegyünk például ami tipikus, egy ezres tehenészeti telepet, ahol csak a siló takarmány megtermeléséhez kell normál évben, nem ilyen évben, mint most, legalább 400 hektár, legalább. És akkor még nincsen szálas takarmány, nincsen abrak takarmány, nincsen semmi. És ehhez kell 55 ember, miniszter úr. Tehát egy ezres szakosított telep működtetése 55 fő, 60 maximum, de van ahol csak 50. 15 fő kell körülbelül, ha 1200 hektárt számolok a növénytermesztésbe, és ha mondjuk még van egy sertéstelep, ami kibocsát 60 ezer sertést, vagy 40 ezer, ahhoz kell még 30 fő. Így jön neki a 100 fő. De ez nem elég, az 1200 hektár. Ebben az évben 700 hektárról takarítottunk be 670 vagon silót. Még egyszer mondom, 700 hektáról. Tehát ilyen számokat leírni egy földtörvénybe, az azt jelenti, hogy a tárca abban érdekelt, hogy az állattartás legalább 30-40%-kal csökkenjen a következő 10 évben Magyarországon. Erre valakinek választ kell adnia, hogy ezt komolyan gondolják-e. Ez teljesen szakmai nonsens, ilyet nem lehet csinálni. Nem lehet csinálni. A másik, sertésstratégia. Én azt gondolom, hogy ez egy olyan anyag, ami egyértelműen látszik, hogy szakmai műhelyekbe készült, és jó. Csak hiányzik itt is a takarmány háttér. Tehát az a rendszer, ami felállításra került, az teljesen rendben van a feldolgozás, illetve az előállítók oldaláról, de a mai integrációnak a legnagyobb gátja, és a mai mondjuk hizladai integrációnak a legnagyobb gátja az, hogy nem fogadják el készvetőkezesnek a vágóhidakat a takarmány szállító. Tehát magyarul ebbe valamit biztos, hogy be kell még tenni ebbe a stratégiába egy lépést, hogy hol lép be az állam, milyen garanciával lép be az állam. Ezt hiányolom belőle, de egyébként ez a stratégia rendben van. Tehát ezzel lehet építkezni, nyilván nem az egy koca egy port elvel, de azt annak idő is megbeszéltük, hogy ez nem a minisztériumnak az ötlete volt, és hát annak elég nagy publicitást kapott, ami azért sajnálunk.
az őstermelők ügy előjött, ugye két hónappal ezelőtt, amikor én kiadtam egy közleményt egy ilyen piaci látogatásom után, hogy azért valamit lépni kellene, mert nem nagyon tudott mit mondani arra a banántároló őstermelő, hogy most kifelügyel éppen az ültetvényét, ugyanis elvileg az őstermelő igazolványban benne kell, hogy legyen, hogy milyen termelői háttere van, és benne is van, reméljük, ami még a korábbi kormány alatt született. Akkor én azt kaptam, azt a vádat kaptam a minisztériumtól, egy nagyon durva közleménybe, hogy én ős ellensége vagyok a magyarországi őstermelőnek és kistermelőnek. Erre tegnap előtt államtitkár úr kiáll és azt mondja, hogy minden második ősztermelő csaló. Na most én örülök, hogy kezdik észrevenni ezt az ügyet, de nem kell messze menni, le kell menni péntekenként ide az Árkád sorra a piacra, és meg kell nézni, hogy ki ad blokkot, meg ki nem. Meg foglak hallgatni, Gyula. Jó. És majd arra is figyelni kellene, hogy azért olyanok ne árusíthassanak itt, akik a civilek fekete listáján vannak, mint élelmiszer előállítók. Ezt majd konkrétan elmondom, hogy miről van szó. Tehát ebben is nyilvánvaló, hogy egy más szemlélet kell, és én nagyon helyes lem egyébként ezt a szigort, amit most tapasztalunk, és ez mindenképpen fontos. Ami még szeretnék mondani itt, földpályázatok. Nem akarok ebbe nagyon belemenni, sokat vitatkoztunk róla. De igazából nem kapunk választ. Tehát nem kaptunk arra se választ múlt héten, és azóta sem, hogy normálisnak gondolja a miniszter úr azt a helyzetet, amikor, ugye legutolsót mondom, ez a legfrissebb, Kabán van 80 pályázó, ebből 30 helyből, megkapják az étesítést mondjuk 76-an, hogy nem nyertek, náluk a papír, megkapja 4-5 termelő, hogy ő nyert. Utána a helyi fideszes képviselő egy hét múlva kiáll, és azt mondja, hogy nem az a 4 nyert, hanem az a 16. De miért pont az a 16? Tehát igazából nem tudjuk, hogy itt hogy működik ez, meg mi van. Pontosabban tudjuk, tehát sehogy. Ez egy nem normális rendszer, és nagyon sajnáljuk, hogy ennek az érdemi vizsgálatát megakadályozták. De nincs késő, mert még azért a területzőben nincsen kiadva, tehát meg kellene szívlelni azoknak a gazdálkodóknak a jegyzékét, amik most éppen 5 megyéből érkeztek a tegnapi napon hozzánk a bizottsághoz, és érdembe bele kellene avatkozni ebbe a rendszerbe. De úgy beleavatkozni, hogy egy olyan rendszer kellene csinálni, ahol ezek a problémák nem jöhetnek elő. Én ezekre szeretnék választ kérni, konkrét, leginkább arra, hogy a kárenyítési alapban lesz, és hát hogy mi lesz a magyarországi takarmány biztosítással, mert ezt látjuk most termelői oldalról legnagyobb problémának. Farkas Sándornak adok szó. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt miniszter úr. Két témakörrel szeretnék foglalkozni a hozzászólásomban, de mindent megelőzve először is örülök annak, hogy ilyen részletes tájékoztatást adott a bizottság tagjainak, és én valahol most szembesültem azzal, hogy abból a felsorolásból, abból a témák felvetéséből mennyi minden történt az agráriumban 2012 első 8 hónapjában és 2011 végén. Ugye aki minden nap ebben él, az úgy gyorsan túljut mindenen, de most mikor egy ilyen zárszámadás, most mikor egy ilyen témakör felvezetés, egy lista készül, akkor lepődünk csak meg szerintem mindannyian, hogy Úristen, tényleg mennyi minden történt az elmúlt egy évben, és mennyi jó dolog is történt. Ezen kívül szeretnék két dologra egy kicsit fókuszálni, azt hiszem, hogy egyik sem idegen tőlem. Egyik a vízgazdálkodás kérdése, erről nagyon sokat beszéltünk, és volt alkalma a miniszter úrnak is személyesen is és gyakorlatban is bebizonyítani, gondolom, az öntözés jelentőségét. Itt csak a figyelmet szeretném felhívni arra, ez hosszú évtizedek óta kérdés, vagy kérdésként vetődik fel Magyarországon, csak ezt a fejlesztések igazából nem támasztják alá az öntözés jelentőségét és fontosságát és szerepének tétjogosultságát. Azt gondolom, hogy nagyon sürgősen tisztázni kell a víztársulatok és a vízügy szerepét és az egész komplex vízgazdálkodásnak a rendszerét, mert csak akkor tudunk előre lépni. És itt meg szeretném még jegyezni azt is, hogy bebizonyította az élet, és ez megkérdőjelezhetetlen szerintem, úgy, mint gyakorló gazda merem ezt állítani, hogy ma már jó minőségben, stabil termésátlagot különböző növényeknél öntözés nélkül nem lehet elérni. Ezt határozottan merem kijelenteni. Csak gondoljunk arra vissza, hogy idén például konzervipari növényeket lehetett volna itt termelni, amely a magyar agrárexportnak egy nagyon nagy százalékát, a kiviteli exportunknak egy nagyon nagy százalékát jelenti.
Megkérdezem azt, hogy cukorrépát lehetett volna itt termelni annyit ebben az évben öntözés nélkül, ami egyáltalán a kaposvári cukorgyárnak a szükségletét ellátta, megmondom őszintén nem. Megkérdezem azt, hogy tudott-e volna Magyarországon vetőmagtermesztés, például kukorica vetőmagtermesztés történni öntözés nélkül nagy területen, meggyőződésem nem. És még talán a takarnád növények kérdése is ide került, ezt nem akarom forszírozni, de tudjuk azt, csak egy példát mondok, 14 mázsa per hektárnál tartunk 600 hektár átlagában a kukorica betakarításnál. A következő kérdéskör, ha szabad még felvetnem, kertészet szerepének jelentősége. Erről nagyon sokat beszéltünk, nagyon sokat, mint az albizottság elnökeként is szeretném felvetni azt, hogy és rávilágítani a figyelmet, hogy a kertészetnek mekkora jelentősége van a kézi foglalkoztatásban. Ez a kormányprogram természetesen ezt tartalmazza, de ugyanakkor szeretném kérni tisztelt miniszter úron keresztül a minisztérium vezetését, hogy valóban annak az ígéretünknek tegyünk eleget, ami hosszú távon a geotermális energia felhasználásának biztosítékait jelentheti. Ez nagyon fontos, hogy a tervezhetőség és a következő évek fejlesztésében valóban biztos alapon tudjanak a kertészek indulni, ha van ehhez megfelelő támogatás. A piacok szerepére szeretnénk még a figyelmet fordítani. A tészek helyzete, ugye ez az elmúlt időszakban bizony-bizony eléggé megingott. Ugyanakkor úgy gondolom, hogy ezek nélkül, tehát a teljes vertikumot kell áttekinteni, és nem lehet egy-egy fázisnál lemaradni. Az egész ágazatnak a szerepét megfelelő módon szabályozva szerintem jelentős exportáró alapot és a belföldi, hazai, jó minőségű zöldség-gyümölcs ellátásnak a feltételeit ez az ágazat hosszú távon tudja biztosítani. Ezért kérem miniszter úron keresztül a minisztérium vezetését, hogy tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy ez az ágazat megfelelő prioritásként kezelésre kerüljön. Köszönöm szépen. Varga Gézának adok szót. Köszönöm a szót, elnök úr. Én is tiszteltel köszönöm miniszter úrnak ezt a átfogó beszámolót, amelyik a műfaji sajátosságok miatt csak felszínes lehet, de hát adott bőven muníciót arra, hogy majd a bizottságban ezeket még megtárgyalhatjuk a különböző törvényekhez kapcsolódóan. Néhány kérdésem volna, részben olyan, ami reflektálnék arra, ami elhangzott miniszter úrtól, részben pedig olyan, ami nem hangzott el. Ami elhangzott, az talán egy sorrendben a földtörvényt nevezte miniszter úr a legfontosabb idei munkájának, a tárca idei legfontosabb munkájának. Említette, hogy társadalmi egyeztetések zajlottak, és kérdőívezésen és egyebeken át keresztül. Én arra kérdőívre nem lennék olyan nagyon büszke, amelyik fölteszi a kérdést, hogy akkor ön mit tart az őstermelők birtokméretének felső határának, és ez 300 hektárral kezdődik. Szóval ez vagy irányított az ilyen kérdői, vagy pedig teljesen szakszerűtlen és dilettáns. De én most a földtörvényt ugye tudjuk, hogy tárgyalni fogjuk hamarosan, tehát nem mennék bele annak a részletes elemzésébe. Azonban miniszter úr, emlékeztetném és kérdem, hogy tervezi-e továbbra is a ellenzéki szakpolitikusokkal történő egyeztetést, amit az első nyár elejé egyeztetés után szeptemberre tette az időpontját. Én azt gondolom, hogy itt esetleg sok mindent lehetne tisztázni a parlamenti vitát megelőzően. Az őstermelőkkel kapcsolatosan, ha már felhoztam én is, és miniszter úr is említi, az őstermelőknek a kompenzációs felár elmaradásával gyakorlatilag 2005-ös gazdatüntetések óta adós mindegyik kormány azzal, hogy akkor ezt a kompenzációs felárat ezt arányosan vigye a áfa emelkedések után, hiszen ha ez nem történik meg, akkor az őstermelők jelenleg egy rejtett adónak vannak kitéve, ami ugye a két oldal, a visszaigényelhető és a befizetendő áfa közötti különbség növekedéséből adódik. Az NFA-ról miniszter úr nem tett említést, az NFA munkájáról, és nem akarom itt most felmelegíteni és tovább folytatni ezt a valóban nagyon sokat vitatott kérdést az NFA munkájával kapcsolatban, de azért a héten hallgattuk meg a 2011-es beszámolót, a tárca beszámolóját és a számvevőszék beszámolóját. Azért az, hogy az NFA volt a 81 intézményi vizsgálat közül kettőt
nem fogadott el a számvevőszék, abból egyik az NFA-é volt, amit korlátozottan fogadott csak el a számvevőszék. Tehát azért ez mégiscsak jelzi azt, hogy az NFA-nál nem csak azért nincs minden rendben, mert az ellenzék ezt szereti hangoztatni, hanem valóban objektív okokból is. És én itt is arra kérném miniszter urat és budai államtitkár urat, hogy addig, amíg ezek a nem zárulnak le az NFA pályázatok körül anomáliák, addig legalább azt ne tessék nyilatkozni, hogy az NFA-nál minden rendben van, az ellenzék nem talált semmit, csak jár a szája, mert nem tett egy feljelentést sem. Én törvénytisztelő ember vagyok, és a képviselői titoktartási kötelezettségemet nem szeretném megszegni, ezért tavasz óta, amióta a saját vizsgálatot végeztem egyénileg az NFA-nál, azóta annak eredményéből konkrét tényekkel feljelentést tettem az ügyészségen, de a dolog természetéből adódóan ennek átfutása van. Tehát tisztelettel arra kérném budai államtitkárat is, és miniszter urat is, hogy legalább azt ne, hogy ott minden rendben van. A kérdésem volna a közös agrárpolitikával kapcsolatban, amire a beszámoló nem tért ki, hiszen tudjuk azt, hogy jelentős a kormánynak és a minisztériumnak, a tárcának a mozgástere a magyar agrárium vonatkozásában, de hát azért ezt a mozgásteret mégiscsak a uniónak a közös agrárpolitikája szabja meg, mint keretet. Tudom, hogy 13-ig ugye ezek a keretek, ezek adottak, de hogy hol tartanak a tárgyalások, csupán az lenne az objektív kérdésem, hogy ugye a miniszterek tanácsában a közös agrárpolitika hogy merül fel, mint merül fel, hogy alakulnak az erőviszonyok a tagállamok között, mi éppen most melyik erőcsoporthoz csatlakozunk, és melyiket tartjuk jónak, előnyösnek az ország szempontjából. Nem hivatalos forrásból közkézen forognak olyan számok, hogy a következő ciklusban 14-20 között nem az agráriumra, hanem a teljes uniós támogatás az ilyen 20-30%-kal lesz kevesebb, mint ami a jelenleg folyó ciklusban, tehát a 2007-13 közöttiben, hogy ezek hogy érintik a tárcát, valósak ezek a számok, vagy legalább közelítenek, egyébként szakértői körökből, tehát nem ellenzéki vagy más körökből. Valószínű, hogy ezek a számok abból adódhatnak, ugye, hogy az Unió a 2013-as szinten szeretné, tervezi befagyasztani ezeket a támogatásokat, és ebből ez könnyen kijöhet, de hogy miniszter úr hogy látja ezt a miniszteri értekezletek tükrében. Végül egy további olyan kérdésem volna, ami nem hangzott el a beszámolóban. Ugye tudjuk, hogy a hágai bíróság a szlovákokkal a Duna kapcsán folyó vitában van egy szerződéskötési kötelezettségünk, és ennek a szerződéskötési kötelezettségnek ezt nyilván tárgyalásoknak kell megelőzni, és mondjuk ellentmondásos hírek vannak a Navracsics miniszter elnök helyettes úr részéről, aztán a miniszter úr által kiadott és megbízott delegációvezető személyével kapcsolatban. Tehát a konkrét kérdésem, hogy a dolgok jelenlegi állása szerint ezeket a tárgyalásokat ki fogja vezetni, hogy pontot tegyünk ennek a ellentmondásos híreszteléseknek is a végére. Egyelőre köszönöm szépen, szót adnék a teret a többi képviselőtársamnak is. Köszönöm szépen. Pócsi Jánosnak adok szót. Tisztelt miniszter úr, tisztelt elnök úr! Nagyon fontos a mezőgazdasági bizottságban a vidékfejlesztési miniszter meghallgatása, és fontosak a bizottsági ülések, és természetesen fontosak a képviselőknek minden irányú hozzászólása. Én úgy gondolom, hogy ettől egy valami fontosabb, az, hogy ezeket a döntéseket a mezőgazdaságból élő emberek értik, és érzik a saját bőrükön. És tisztelt miniszter úr, igen, a mezőgazdaságból élő emberek érzik a helyi regionális termelésnek a fejlesztését. Érzik a tisztességes piaci magatartást védő törvény, hogy érdekükben született. Érzik a Hungarikum törvényt, az élelmiszerbiztonság megerősítését. A mezőgazdaságból élő emberek érzik, értik, hogy a fordított áfa az értük és nem ellenük szól. Amikor a tejtermeléssel kapcsolatban kialakult a tejtermelő gazdák környezetében egy válság, a kormány 2 hét alatt megoldotta ezeket a problémákat. És ezúton is szeretném tolmácsolni a mezőgazdaságból élő embereknek azon köszönetét, akik azt fogalmazzák meg, hogy az az intézkedés,
amit a miniszter úr és a tárca tett az elmúlt két évben, ez és ilyen irányú intézkedés az elmúlt 20 év alatt nem volt. Úgy gondolom, hogy legfontosabb a mezőgazdaságból élő embereknek a véleménye, hogy ők értik és érzik ezt. Igaz, hogy a mezőgazdasági bizottsági üléseken, ahogy most is elhangzott Gőgös képviselő úrtól egy enyhe felkérés, a magos vagy az érdekképviseletek irányában, ami felkérés a táncra, vagy inkább felkérés a harcra, hogyha valaki ezeket az intézkedéseket érti, akkor tudja, hogy az érdekképviseletnek nem most van itt a helye, hiszen maga az egész kormány a mezőgazdaságnak az érdekképviselete. Volt idő, amikor fel kellett állni a pótkocsikra, és a kormánnyal szemben harcolni kellett, és az érdek érvényesítő erejünket ki kellett fejezni. Tisztelt miniszter úr, nem csak a magam, hanem a mezőgazdaságból élő embereknek a nevében szeretném megköszönni ezt a munkát. Szeretném megköszönni azt, hogy a tálca miniszter úr, budai államtitkár úr megtette azokat a lépéseket, amit az elmúlt 20 évben senki nem tett meg. Született egy olyan kompromisszumos, mindenki számára elfogadható megállapodás, ami a multikban a magyar árukat előtérbe helyezték. Szeretném megköszönni azt az intézkedést, amit Budai Gyula államtitkár úr vezetésével a nagybani piacon történt. A nagybani piacon az elmúlt 20 év alatt nem volt arra példa, hogy a nepperekkel szembe valaki fölmerjen lépni. Aki kiment a nagybani piacra, vagy kimegy, akkor az láthatja a különbséget, hogy vannak olyan őstermelők, akik fekete Audival és fekete Mercedes-tel közlekednek, és vannak olyan őstermelők, akik a pótkocsi alatt alszanak. Az államtitkár úr és ez az intézkedés ezen termelőknek a érdekében szólt. Azt ugye durva csúsztatás, amikor valaki azt fogalmazza meg, hogy az őstermelőknek vagy azt forgatja ki, hogy az őstermelőknek a fele a csaló. Nem az őstermelőknek a fele a csaló, hanem azok a nepperek a csalók, akik őstermelő igazolvánnyal kereskednek. Senki nem fogalmazta meg, ez a kormány egészen biztos, hogy soha nem fogalmazza meg, hogy az őstermelők csalók. Az őstermelők tisztességes, nehéz körülmények között élő emberek, akik az elmúlt 8 év alatt óriási áldozatok és veszteségek árán próbáltak talpon maradni, ma is ott tartanak, hogy a pótkocsik alatt alszanak. Akik ezeket a véleményeket megfogalmazzák, akár a nagybani piaci raziával szemben, akik ezt a mondatot kifogalmazzák, kiforgatják, azok a fekete Audival és A8-as Mercedesekkel, vagy különböző nagymárkájú autókkal, akik az őstermelő sírján gazdagodtak meg, azoknak a pártján állnak. Tisztelt miniszter úr, szeretném kérni és felhívni a figyelmet továbbiakban is a belső fogyasztás óriási lehetőségeire. Minden, amit megeszünk, amit elfogyasztunk, amit megiszunk, és ha az importáru, pedig hazai áru is lehetne, annak a vesztesége dupla. Szeretném kérni a magyarországi gazdák, gazdálkodók és piacra termelők nevében, hogy továbbra is ezen az úton mindent tegyünk meg a belső fogyasztás fellendítése érdekében a mezőgazdaságban. Ez az egyik legnagyobb lehetőség. Köszönöm a lehetőséget. Szabó Rebekának adok szót. Köszönöm a szót. Tisztelt miniszter úr, köszönöm szépen én is a részletes beszámolót. És most Pócs János képviselőtársam hosszas köszönetmondása után megint néhány kérdés, esetleg kételj következik. Elsőként említenem én is talán az asszály témáját, ami ugye most szomorú aktualitása van, és ugye tudjuk, hogy mennyi gondot okoz a termelőknek. Nagyon örömmel hallottuk, hogy a tálca asszály stratégiát tervez készíteni. Itt egyrészt mondjuk kérdés, hogy miért csak jövő nyárra tervezik ezt befejezni, ez nekem egy kicsit későnek tűnik, de persze így is nagyon fontos. Beharangozták ugye a társadalmi vitát, én nem tudom, hogy lesz-e ehhez szakmai vitaanyag, ami alapján vitatkozni kell. Egyelőre a minisztérium honlapján nem láttam, de lehet, hogy csak elkerülte a figyelmemet, mert ez ugye fontos lenne, hogy a hatékony vitához. Nem tudom, tervezik egyébként bevonni ebbe a társadalmi egyeztetésbe adott esetben a kutatóintézeteket és a szakértőket, tehát nem csak ilyen helyi fórumok keretében, ez komolyan érdekelne szakmai okokból. És hát nagyon érdekes, hogy említette ugye a beharangozóban azt, és ugye itt is elhangzott Farkas Sándor képviselőtársamtól, hogy az öntözés mennyire fontos, és az öntözött területeket szeretnék növelni. Bennem azért felmerül, hogy az öntözéshez ugye víz is kell.
és hogyha nézzük azt, hogy például Duna-Tisza közén ugye a talajvízszint az folyamatosan csökken, akkor felmerül bennem, hogy miért nem azt helyezik a középpontba, hogy átgondolnák a vízgazdálkodásunkat, és egy víz visszatartó gazdálkodást alkalmaznánk, ami ugye lehetővé tenné, hogy a táji adottságoknak megfelelő legyen a művelés, hogy esetleg át kéne gondolni a termesztett fajokat, fajtákat, mert ugye ez jelenteni a valós alkalmazkodást a klímaváltozás esetleges hatásaihoz. Úgyhogy erről szeretném tudni a véleményét, miniszter úr, illetve csatlakoznék ahhoz a kérdéshez, hogy mi lesz a kárenyhítési alap feltöltésével, mert persze fontos az, hogy a támogatásokat előbbre hozzák, de az idei helyzet tényleg annyira tragikus, hogy valószínűleg szükség lesz a gazdálkodóknak jóval nagyobb kárenyhítésre, és nem tudom, hogy ezzel kapcsolatban milyen terveik vannak. Említeném még az élelmiszer gazdaságot is. Ugye az élelmiszeripar átszervezése, én úgy emlékszem, hogy többször elhangzott a kormányzat részéről ígéretként, hogy ez fontos lenne újra talpra állítani. Ehhez képest ugye azt látjuk, hogy a húsipar különböző szereplői zátonyra futnak, súlyos problémák vannak még mindig az ágazatban, és szeretném megkérdezni, hogy a természetesen szükséges válságkezelés meg tűzoltás helyett vagy mellett terveznek-e valamiféle átfogóbb intézkedést ennek kapcsán, valamilyen hosszú távú programot. És ugye ide illeszkedik véleményem szerint a termelés integráció és a szövetkezési hajlandóság elősegítése is. Hiszen hogyha integráció van és a termékpályákon nincsen ilyen káosz, mint ami most található, az nagyban hozzájárulna az élelmiszeripar fellendüléséhez. És szeretném megkérdezni, tehát, hogy az integráció tekintetében milyen lépéseket terveznek, milyen elképzelése és stratégiájuk van, hogy ez érvényesülhessen. Szeretném még röviden megkérdezni, mire azt hiszem, miniszter úr nem tért ki, hogy a biogazdálkodás elősegítése érdekében van-e bármiféle elképzelésük, hiszen tudjuk, hogy sajnos Magyarországon a biogazdálkodásra hasznosított terület mérete az körülbelül évről évre ugyanannyi, tehát nem sikerült igaziból növekedést elérnünk ebben a tekintetben, holott ugye, hogyha minőségi élelmiszerről beszélünk, akkor azt gondolom, hogy ez is egy nagyon fontos szegmens. Fontos még kitérni a földhaszonbélet pályázatokra is. Ugye a miniszter úr is említette ezt a programot, ami hát ugye véleményünk szerint is fontos, de nyilván nem árulok el meglepetést, vagy nem okozok meglepetést azzal, hogyha elmondom, hogy mi ezt nem látjuk olyan sikertörténetnek, mint a kormány. Itt szeretném megkérdezni, hogy önök azt hogy látják, hogy ugyan tavaly azt jelentetében, hogy mintegy 63-65 ezer hektárnyi földet szeretnének kiadni haszonbérbe, ebből ugye eddig kevesebb, mint 20 ezeret sikerült. Tehát kérdésem, hogy ez valóban sikernek nevezhető-e, illetve ugye említette, hogy most ősszel indul a második ütem, én szeretném tudni, hogy akkor vajon a maradék körülbelül 40 ezer hektárt most valóban meg fogják-e kapni a gazdálkodók, vagy ezt még hány évre elosztva tervezik, illetve várható esetleg, hogy a pályázati pontrendszeren változtatnak, ugye tudjuk azt, hogy mennyi anomáliát visszaélésre adott okot sajnos ez a mostani teljesen átláthatatlan pályázati rendszer, és az is, hogy mennyi szubjektív elem volt ebben a pontozásban. És hát ennek kapcsán felmerül még bennem, hogy terveznek-e egységes, informatikai, tehát számítógépes földnyilvántartást. Ugye a miniszter úr említette, hogy az önbevallás lesz majd a földtulajdonosoknak előírva, és hogy így majd a zsebszerződéseket is fel tudják számolni. Én biztos vagyok benne, hogy ez fontos lépés. De addig, amíg nincsen egy egységes, az egész országra kiterjedő, átlátható földnyilvántartási rendszer, ami alapján például akár az állami földbérletek esetében is ugye lehetne ellenőrizni, hogy aki pályázik egy bizonyos állami földre, annak már mennyi földje van használatban, és így ugye ki tudnák szűrni a most sajnálatosan előforduló eseteket, ugye valakinek több földje legyen, mint ami egyébként a maximumban meg van határozva. Tehát amíg nincsen egy ilyen egységes földnyilvántartási rendszer, addig azt gondolom, hogy nem igazán lehet sikeres birtokpolitikáról beszélni sem. És akkor még utoljára szeretném röviden az agrárkamarát említeni. Ugye ezt miniszter úr is említette, hogy mennyire fontos egy jól működő agrárkamara. Ugye ehhez képest számomra érdekes, hogy ugye most másodjára módosították, sőt, tulajdonképpen igen, az újonnan nyár elején benyújtott agrárkamarai törvényt most gyorsan kellett módosítani, és itt szeretném megkérdezni, hogy mennyire tartja a miniszter úr jogszerűnek az átmeneti elnökség eddigi intézkedéseit, hiszen a mostani törvénymódosítás rávilágította arra, hogy számos joghézag volt tulajdonképpen a nyáron. Ugye augusztus elején kinevezte
a Magyar Agrárkamara átmeneti elnökségének 20 tagját, és a mostani törvénymódosításban szerepelt bizonyos feltétel például az átmeneti elnökség tagjaira vonatkozóan. Tehát kíváncsi vagyok, hogy ezt vajon figyelembe vette akkor, amikor augusztusban kinevezte az elnökség tagjait, és hogy mit gondol az Agrárkamara működésének a további szervezeti átalakításáról. Azt hiszem, hogy röviden ennyi lenne. Köszönöm. Schäringer Kenyeres Tamásnak adok szót. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt miniszter úr, két kérdésbe szeretnék inkább kérést megfogalmazni. Az egyik az oktatás, a másik pedig a föltörvénnyel kapcsolatban lenne. A föltörvénnyel kapcsolatban elhangzott, hogy társadalmi vita lezajlott nagyjából. Nyilván a minisztérium is már egyeztetett ezen belül, és ott elfogadásra kerültek bizonyos pontok, amik a társadalmi szervezetektől érkeztek. Az a kérésem lenne, hogy erről minél hamarabb kaphassunk tájékoztatást képviselők, hiszen ha jól tudom, akkor októberben már a parlament előtt fogjuk tárgyalni a föltörvényt, és legalábbis bizottsági szinten mindenképpen foglalkozunk vele, hogy akkor meglegyenek a megfelelő információink. Ezt azért kérem, mert egy kicsit kapcsolódik a következő kéréshez is, mint oktató is tevékenykedek, és a gazdálkodók, az aranykolászos gazda képzésen belül minden szombaton 9 órakor azzal kezdik a kérdéseiket, hogy mit tudok a föltörvénnyel kapcsolatban. Tehát elég nagy az érdeklődés a részükről. Szeretnék nekik korrekt és megbízható információkat adni. Egyelőre annyit tudok, hogy a tervezet ott van, azt el lehet olvasni, és amit értelmezek belőle, azt átadom nekik. Az oktatással kapcsolatban én a tangazdaságok kérdését szeretném felvetni. A tangazdaságokkal, az agrároktatásban, illetve az állatorvoslásban. Valamilyen szinten ezek mindig önellátóra vannak beállítva, ezek a gazdaságok. Itt tanítás folyik, ezek nem tudnak nyereségesen, vagy éppen nullára futva sem dolgozni. Lehet-e ezen változtatni, hogy valamilyen támogatást kapjanak fejlesztésekre is, arra, hogy az oktatottak által történő árbevétel csökkenés és finanszírozásra kerüljön, tehát ne legyen az a kényszer, hogy őnekik önmagukat kell eltartani minden áron. És még egy nagyon fontos ugyanehhez kapcsolódik, hogy arra nincs mód, hogy ezek a gazdaságok, tangazdaságok, ezek mintagazdaságok legyenek, legmodernebb gépekkel felszerelve, és ne dutrával szántsunk meg, ne egyéb ilyen gépezetekkel, ami nem probléma, de hát a mai modern világban néha ijesztő tud lenni. Köszönöm a figyelmet. Magyar Zoltánnak adok szót. Köszönöm a szót, elnök úr. Én is szeretném megköszönni miniszter úrnak a beszámolóját. Igazából nem akarom megismételni itt képviselőtársaimnak a probléma felvetéseit, hiszen gyakorlatilag minden elhangzott, és én is kíváncsian várom ezekre a válaszokat. Én egy dolgot emelnék ki, ami itt nem kapott eddig hangsúlyt, és ami főleg nálunk Nyugat-Dunántúlon rendkívül komoly probléma, ez pedig ugye a külföldiek illegális vagy féllegális földszerzési dolgai. Ugye itt komoly számokkal dobálózunk, hogy hány hektár is van ma jelenleg, így vagy úgy külföldi tulajdonban, használatban, ugye attól függ, hogy épp milyen módszerről beszélünk. Az 1 millió hektár, ami gyakran elhangzott, úgy gondolom, hogy teljesen reális, és azt is látjuk, hogy erre a kormánynak nincs igazán megfelelő stratégiája, vagy nem is nagyon foglalkozik a kérdéssel. Tudom, hogy rendkívül kényes kérdés, itt mindannyian tudjuk, hogy milyen problémákat okozhat ez későbbiekben. Nagyon kevés időnk van addig, hogy ezek a szerződések legálissá válhassanak. Én a kormány részéről eddig gyakorlatilag csak szavakat hallottam, illetve van ez a tárcaközi földvédelmi bizottság, amiről a megalakulása óta nem nagyon hallottunk semmit, hogy erről is lehetne esetleg tudni, hogy lesz-e valami jelentés, amit megismerhetünk, vagy mi lesz ennek a gyakorlatban az értelme. Illetve hát az új földtörvény tanulmányozása során arra jutottam, hogy nem fogja megoldani ezeket a problémáinkat sem, de ha teljesen optimálisan és az önök szempontjából kedvezően gondolkodok és félreteszem az ellenzéki aggodalmaimat, és elfogadom azt, hogy a föltörvény életbérlésének pillanatától a jövőbeni problémák, a külföldiek ilyen szintű terjeszkedése meg is akadályozható. Ha ezt el is fogadom, akkor sem hiszem, hogy ez
elfogadható olyan tekintetben, hogy a jelenlegi állapotokat mindenképpen jegeli, tehát olyan kérdésem is lenne, hogy a jelenlegi fennálló birtokrendszert és a külföldiek ilyen fokú térnyerését azt felkívánják-e számolni, vagy pedig azt mondják az új földtörvénnyel, hogy egy új időszámítás kezdődött, ami megtörtént, megtörtént, és majd a jövőben ez a folyamat nem fog erősödni. Tehát ugye elég szeretnék választ kapni, hogy tényleg lemondtunk-e már kormányzati szinten erről az 1 millió hektárról, vagy esetleg hajlandóak valamilyen eszközzel ezt a magyar helyben lakó magyar gazdáknak, családi gazdálkodóknak kijuttatni. Tehát röviden ezekre szeretnék választ kapni. Köszönöm. Patai Vilmos, magadok szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is úgy értékelem, hogy miniszter úr tájékoztatója nagyon széleskörű volt. Egy-két olyan terület, amely csak érintve volt, ezekkel kapcsolatban szeretnék egy pár kérdést feltenni. Kutatás, termelőcsoportok, asszály és közmunka. Nos, hát tényleg valóban úgy van, hogy a magyarországi kutatóintézeti rendszer elég színes és kevésbé koordinált ez a terület, aminek bizonyára oka van. Én a saját környezetemben szereztem ezzel kapcsolatban információkat, tapasztalatot. Kaposváron bizony az anyagi helyzetüktől függően, ha úgy tetszik, forrásszerzőhelyként használják a hozzájuk tartozó Iregszentsei Kutatóintézetet, ami hát bizony nem elég, tehát ami ugye kerülendő lenne, tehát így sajnos ez az ott folyó munka rovására történik. Hogy miért alakult ki ilyen helyzet, annak nyilván oka van. Inkább az a kérdés, hogy tudunk kellene valamit tenni, és hát bizony kellene is valamit tenni. De ez csatlakozva képviselőtársam Schäringer Tamás véleményéhez, ez igaz valahol a tangazdaságokra is, ahol hát például Kaposváron bérbe adtak több száz hektárt annak érdekében, hogy az onnan szerzett bevételekkel az egyetem tudjon gazdálkodni, vagy hát a hiányzó forrásokat pótolni. Ezek mind valahol a munka rovására, az ott folyó munka rovására történnek meg. Termelőcsoportok vonatkozásában, bár nem esett szó, de véleményem szerint fontos szerepet töltenek be az Unióban és így nálunk is. A támogatásukat a jövőben inkább erősíteni kellene, és az ebben rejlő lehetőségeket jobban kihasználni annak érdekében, hogy a kívánatos termelői összefogások még fontosabb bázisai legyenek a jövőben a termelői csoportok. Az asszályról már egy pár képviselőtársam egy-két bőrt lehúzott, én csak annyiban csatlakoznák hozzájuk, hogy valóban kritikus következménye lehet az asszálynak, ha az egyébként lekötött kukoricaexportok megindulnak kifelé. Pontosan nem tudjuk még, hogy ezek milyen volumenek, de feltehetőleg a pótlásukra beérkező export, illetve import olyan termelési piaci feszültségeket fog okozni, amire fel kell készülni, és itt csatlakoznék a témában szólókhoz, hogy milyen forgatókönyvvel rendelkezik a minisztérium ennek a lehetséges problémának a jövőbeni kezelésével kapcsolatban. És végezetül a közmunkákról egy pár gondolatot és kérdést. Én úgy látom, hogy széles körben elterjedt gyakorlat az, hogy a közmunkák során elsősorban ilyen házikerti gyümölcs, illetve házikerti zöldségtermesztés folyik, és ezeknek az én tapasztalatom, a hozzám eljutott információk alapján nincs egy országosan preferált szisztéma, hogy ennek az értékesítése megtörténne. Több helyen teljesen akhokszerűen történik meg az értékesítésük.
Vannak olyan közkonyhák vagy iskolai konyhák, ahol adminisztrációs okok miatt ezt nem tudják átvenni. Mert hogy nem tudják bevételezni, ha az nem számlával érkezik. Igen, de az előállító meg nem tudja számlázni. Persze vannak pozitív példák is, és hagyd mondjak a saját területemről egy ilyet. Dombóváron kivételként a helyi áfész, a helyi kóp átveszi az előállított zöldségeket, és fölvásárlási technikával, vagy hát ilyen adminisztrációval, és az egyik áruházában egy erre külön kijelölt pulton történik az értékesítés. Én azt gondolom, hogy ennek a hiányzó értékesítési vagy fölvásárlási rendszernek érdemes lenne egy országosan használható szisztémáját kialakítani. Köszönöm szépen. Jakab Istvánnak adok szót. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt bizottság, tisztelt miniszter úr. Először is csatlakozva a képviselőtársaimhoz, megköszönöm az őszinte, egyenes és nyílt tájékoztatást. Azért, mert egy nagyon intenzív, egy nagyon minden szempontból gyors döntéseket igénylő korszakban vagyunk. Nem csak az Európai Uniós új költségvetési időszak, hanem jelenleg akár a fagytól az asszályon át, ami csak sújthat bennünket, az sújtott. Ezek viszont nem csak stratégiai gondolkodást, hanem prompt napügyek megoldását is jelentették. Kárenyhítéssel szeretném kezdeni, és mindenképpen reagálni szeretnék a elhangzottakkal összefüggésben, ha ellentétes a véleményem egy-egy elhangzott felvetéssel kapcsolatban. Nem miniszter úr helyett, hanem saját álláspontom szerint. És már most szeretném jelezni, hogy az magában egy óriási előrelépés volt, hogy megszületett a Nemzeti Agrárkárenyítésről szóló törvény. Azt meg szeretném aláhúzni, hogy örvendetes, hogy a tárca a monitoringot azt elvégezte, folyamatosan figyelte, hogy hogyan működik a jogszabály, mennyire váltja be az elvárásokat, mennyire kezeli a problémákat, és természetes, hogy nyilván, amikor szükséges, akkor ismét behozza a parlament elé, pontosan azért, hogy érdemi és megoldást adjon. Talán valamennyiük előtt ismert, hogy a Viszmajor ügyekben milyen kemény viták voltak. Az agrártárca szakértőire minden esetben számíthattunk. Két alkalommal kellett ahhoz törvényt módosítani, hogy egyáltalán a gazdák talpon maradjanak, és bizonyos nagy gabona kereskedői körök ne tudják őket teljes mértékben ellehetetleníteni. Két számot szeretnék mondani, és ez a folyamat nem most alakult ki. 2008-tól 2011-ig megnéztük három nagy cégnek a mérlegét. A 2011-es mérlegben 330 milliárd szerepel, 70%-a az 330 milliárd árbevétel, ezen cégeknél három cégről van szó, 70% exportárbevétel, 13 milliárd a veszteség, amit a mérlegükben kimutatnak, és nulla adót fizetnek. Ilyen helyzet, és ez a helyzet nem most alakult ki. Nem most alakult ki, és ezeket is kezelni kell méghozzá, ezek most csúcsosodnak, különösen az asszály időszakában. Kialakult egy kereskedelmi rendszer, kialakult egy trend, amit bizony válság időszakban különösen keményen kell kezelni. Tehát visszatérve, kétszer módosítottunk törvényt. Az asszály stratégiát szeretném jelezni képviselőtársamnak, hogy a kormány.hu portálon elérhető, a VM honlapján elérhető a vitaanyag, jó magam onnan vettem le egy-két héttel ezelőtt, tehát elérhető, és hát azt gondolom, hogy lesz mind vitatkoznunk az elkövetkező időszakban. Ez egy nagyon pozitív dolog, hogy végre értelmes szakmai kérdésekről tudunk vitatkozni. Biztos vagyok benne, meggyőződésem, hogy nagyon nagy mértékben hozzájárul majd minden képviselőtársunk javaslata ahhoz, hogy végre, ha már olyan szerencsétlenül is
borzalmasan rosszul meghozott döntés alapján és tanulmányok alapján jelölték ki a Natura 2000-es területeket. Most végre talán majd a több mint 1 millió hektár legelőtt valamilyen formában, ha más nem, akkor csak csatornákon oda vezetve a vizet, ha már öntözni nem lehet, ugye, mert meg van tiltva. Öntözni nem lehet Natura 2000-es területen, műtrágyázni nem lehet Natura 2000-es területen, tehát bizony ezeket majd kezelnünk kell, mert az állatállományt el kellene tartani, most viszont csak felégett legelők vannak. Tehát a következő, amit szeretnék aláhúzni az asszály stratégiával kapcsolatban, hogy nagyon örvendetes, hogy végre már folyik a munka, most folyik a stratégiáról a vita, de több mint 10 000 közmunkás dolgozik. Végre megindult a csatornák, a műtárgyak rendbetétele, végre megindult az a munka, ami lehetővé teszi, hogy a vizet vissza lehessen tartani. Sajnos az elmúlt jó néhány esztendőben, utoljára jól emlékszem, 2002-ben volt támogatás, kormányzati támogatás, 2002-től kezdve csak a gazdálkodók befizetéseiből lehetett ezeket a munkákat végezni. Föltörvénnyel kapcsolatban egy megjegyzésem lenne. Azt gondolom, hogy a mai bizottsági ülésen nem tudjuk lefolytatni a föltörvény vitáját. Biztos vagyok benne, hogy igen intenzív vita lesz a elkövetkező időszakban. Egy biztos, hogy a gazdák érdekében folyik majd a vita, és biztos, hogy a legjobb megoldások születnek. Kamarai ügyben nagyon sok vita hangzott el. Azt gondolom, hogy azt mindenképp sikerként kell elkönyvelni, hogy a magyar, tehát a rendszerváltás óta először született egy olyan törvény, ahol az agrárgazdaság, az élelmiszergazdaság és a vidékfejlesztés szereplőit, tehát a gazdaság szereplőit egy ernyő alá beviszi úgy a törvény, hogy a gazdaság szereplői a saját belső önkormányzatukat megvalósíthatják. Azt gondolom, hogy ez a tárca közreműködése nélkül, még akkor is, ha nyilván kemény viták során az idő nagyon előre haladt, de legalább ez egy olyan törvény, amelyik megteremte a lehetőséget arra, hogy az ágazat szereplői érdemi párbeszédet nem csak folytassanak, nem csak lehetőség lesz erre, hanem maga a törvény alapján a saját belső rendszerükben kötelező is lesz nekik a belső egyeztetés, és nem fordul elő még egyszer, hogy egy másik kamarában hozzák meg a választott bírósági ítéleteket az agrárgazdaság szereplőiről. Azt gondolom, ez a helyzet most már nem ismétlődik meg még egyszer. Még egy gondolat a föltörvénnyel kapcsolatban a zsebszerződések. Én emlékszem, még 2002-ben tagja voltam annak a bizottságnak, amelyik a zsebszerződésekkel foglalkozott, majd első intézkedések között szüntették meg ezt a bizottságot. Most a munka megkezdődött, és időszerű, hogy nagyon hatékonyan működjön ez a bizottság. Én nagyon bízom benne, hogy Budai államtitkár úr ezt nagyon intenzíven irányítja majd. És ha már itt tartunk, külön köszönetemet szeretném kifejezni, ez személyes megnyilvánulás, akikkel a 2006-os agrárprogram kapcsán annó sokat beszélgettünk. Azok emlékeznek még rá, akkor fogalmaztuk meg, hogy csak egyszer érjük meg, hogy a nagybani piacon valamilyen szinten a rendteremtés elkezdődik. Egyszer érjük meg, hogy lássuk a kommandósokat a nagybani piacon, mert oda másképp nem lehet bemenni. Hát én örülök annak, hogy ez elkezdődött, örülök annak, hogy az élelmiszergazdaság terén a rendteremtés elkezdődött. Én csak egy kérést szeretnék határozottan megfogalmazni, hogy csak így tovább, mert a becsületes termelők, legyen az őstermelő, kis, közepes vagy nagy gazdaság érdekében, egységesen a rendirányába, ha elmozdulunk, akkor őket védjük, az ő érdekeiket védjük, és az a meggyőződésem, hogy az őstermelőknek is az az érdekük, hogy tiszta helyzet legyen, mert így lehet számukra megfelelő védelmet biztosítani. Talán még egyetlen kérdést hadd vessek fel, kárenyhítés kapcsán kellett volna elmondanom. Bizonyosan emlékszünk még rá, volt időszak, amikor elég hosszú egyeztetés,
és országúti randevút kellett adni az akkori agrárvezetésnek, hogy egyáltalán a fagykárok kenyhítésére intézkedések szülessenek. Ez így igaz, mert magam vittem végig, így igaz, tehát maradjunk ennyiben. Most, amikor megtörtént, a tragédia, a következő kormányülésen megszületett a döntés. Erről ennyit, és még egyszer ebben is a köszönetemet szeretném kifejezni. Köszönöm szépen. Köszönöm. Innentől kezdve 2 perces időkeretet kérem, hogy a még további hozzászólók ennyi időn belül tegyék fel a kérdéseiket, és azt kérem, hogy ne egymással vitatkozzunk, arra nekünk elég sok időnk lesz a későbbi bizottsági üléseken, meg is szoktuk ezt tenni, használjuk a lehetőséget, hogy miniszter úrhoz és népes delegációjához tegyünk fel esetlegesen kérdéseket. Z. Kárpát Dánielnek adok szót, kérem 2 percen belül, hogyha lehetséges, gondolatait elmondani. Köszönöm, elnök úr, megpróbálok egy nagy levegőt venni, és szigorúan arra két szakmai kiegészítésre szorítkozni, amit eredetileg is meg szerettem volna tenni. Miniszter úr figyelmét arra hívnám fel, hogy kimondottan a tanyavilág tekintetében milyen intézkedések várhatók azt a területet illetően, hogy él egy közkeletű tévedés Magyarországon, mely szerint földterület vagy adott esetben vízkészlet forgalomképtelennek tekinthető. Ezzel szemben egyes számítások, egyes becslések szerint mintegy 30 ezer tanya és hozzátartozó földterület vízbázis található Magyarországon. Ennek jó része már elhagyatott, ezek a forgalmi rendszerbe bekerültek, ezeknek jó része veszélyben van, és semmiféle akadály nem áll jelen pillanatban azelőtt, hogy ezen területek csúnya szóval élve kiszervezése nem csak hogy folyamatban maradjon, de be is következzen, be is fejeződjék. Tehát ezen a területen bármiféle korlátozással készül-e az apparátus. A másik felvetésem pedig kimondottan az élelmiszeripari termékek megjelölésére vonatkozik, tehát azon jelölési anomáliák tekintetében milyen előrelépésre számíthatunk, amelyek értelmében bár egy csomagot kiküldtek Brüsszelbe engedélyezésre, és ennek vannak részeredményei, részsikerei, mégis elmondható az, hogy jellemzően az utolsó beavatkozás, a csomagolás dönt továbbra is arról, hogy egy élelmiszeripari cikk, termék, termény, az honnan származónak minősül. Tehát nagyon leegyszerűsítve a kérdést, hogyan szüntetné meg az apparátus azt a lehetséges anomáliát, hogy a Marokkóban már az EU-ban betiltott vegyszerekkel előállított mondjuk paradicsomot áthozzák Spanyolországba, ott megkapja a Made in European Union matricát, aztán ez a belső piacon elkerüljön a multiláncokon keresztül Magyarországra, és nagyon rossz szélsőséges esetben, adott esetben magyar termékként kerüljön ki a vásárló elé. Tehát milyen megoldási csomag, milyen javaslat képzelhető el etéren, és nagyon kérem, hogy ne Brüsszelre mutogassunk e tekintetben, hanem a saját elképzelésekből származó megoldási javaslatot, csomagot ismertessék velünk. Köszönöm szépen. Ódor Ferencnek adok szót. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Miniszter úr, az ön beszámolójában, amit már sokan minősítettek, és azt gondolom, hogy nagyon helyesen pozitívan, szerepel a közmunkának adandó földek. Szeretnék visszajelezni, hogy ez nagyon jó működött sok területen, akár a Szociális Földprogram, akár pedig a Start programnak a mezőgazdasági termékek előállítása. Ugyanakkor szeretném jelezni, hogy azok az értékesítéssel kapcsolatos, azt gondoljuk helyes az, hogyha ott helyben megkapják a rászorulók, de ha van fölösleg pluszban, akkor annak az értékesítésével kapcsolatos bizonyos jogszabályi feltételek, amiről Patai képviselőtársam is említett, abban, ha lehet egy lépés, az még tovább segíteni. Ezt a nagyon helyes és látványos, mert egyszerűen azt lehetett érezni, hogy azok az emberek, akik néhány évvel ezelőtt parfissal az útszélét csöprögették a porttól, azok most nagyon büszkén mutogatták a megtermelt élelmiszereket, zöldségféléket. A másik ilyen fontos kérdés, amiről hallottunk, az állatjóléti támogatások, és ugye ez az új kiírt pályázat, ami hasznos és pontosan azt segíti, ami a kormányprogramban volt, az állattartásnak a visszaállítását Magyarországon, ami döbbenetes, hogy ilyen szintre jutott, és azt gondolom, hogy ez minden olyan termelőnek segítség, aki ilyen értelemben programban partnere állatot akar tartani Magyarországon. Úgyhogy ez egy nagyon jó és helyes dolog, ugyanakkor tudom, hogy kényszer volt, az a másik kérdés, hogy már hány éve volt kényszer a cseréje a tojóketreceknek. Tehát itt ebben
nem a mi, hanem itt az elmúlt 10 esztendőnek volt egy bizonyos várakozó álláspontja, nem nálunk van ez a késedelem, de hát abban reménykedtek az emberek, hogy mégsem hajtja végre az EU ezt a rendeletet, és láthatóan sok gondot jelentett. Itt helyi munkaerők és helyi telepeknek a megszűnése vagy problémái, egyáltalán a létben való megtartása. Úgyhogy ebben szeretném, hogyha lenne még módom, alkalmam személyesen majd miniszter úrral beszélni. Köszönöm szépen, elnök úr, a figyelmet. Tiffán Zsoltnak adok szót. Köszönöm szépen a szót, elnök úr, tisztelt miniszter úr. Három rövid javaslatom és kérésem lenne miniszter úr felé. Tudjuk, hogy a szőlésborágazatot az idei év viszontagságai szintén erősen érintették. Hatalmas terméscsökkenésre lehet számítani, nem fog elérni, bőven nem fog elérni a 2 millió hektolitert az idei 1,6-1,9 közötti prognosztizálható, termésprognosztizálható. Ez valószínűsíthetően indukál egy nagyon erős importot, külföldi borimportot. Szeretném kérni miniszter urat, hogy hasonlóra tisztelettel kérem a hatóságok felé, hogy még preventívebb, még szigorúbb és még keményebb legyen az ellenőrzés az importborokat illetően, hogy nehogy az történjen meg, hogy azok között a hektoliterek között megint olyan mennyiség bújjon meg, amely akár a behozattal illetően, akár pedig a forgalombehozatalt illetően bizonyos törvénytelenségeket vet föl, és kérem tisztelettel a miniszter urat és a minisztériumot, hogy az ellenőrzések esetén ne megint a jogkövető magyar borászokon legyen elverve a por indokolatlanul szőrszálhasogató módon egy esetleges betűelhagyása egy címkén, stb., hanem figyeljünk oda arra, hogy az import esetében megfelelő legyen az ellenőrzés. A második kérésem az az, hogy a szőlésborágazat minden szereplője üdvözölte a bortörvény módosítását, ami a nyáron történt meg. Tudva levő az, hogy ez előre vetít egy további könnyítési rendszert, ami nem más, mint az integrált szőlő- és borinformatikai rendszer. Szeretném kérni miniszter urat, hogy, illetve felajánlom a Szőlészet és Borászati Albizottság segítségét abban, hogy a hatóságok a borágazat szereplőivel együtt határozzak meg ennek a rendszernek a módját, az egész rendszernek a működését, hogy nehogy utólag legyen az, hogy a gazdák elkezdenek majd azért panaszkodni, hogy a rendszerben megint bizonyos fölösleges adatszolgáltatási elemek találhatók. Kérném, hogy minden egyes hatóság ezzel együtt foglalkozzon így az integráció és informatikai rendszer létrehozásába. Köszönöm szépen. Hannó Miklósnak adok szót. Na végre, hogy megkaptam, köszönöm szépen. Diszkriminatív volt a dolog, mert én nekem most már csak 2 perc jut, és az elején szerettem volna hozzászólni, tehát ezt be kellett volna 3 perccel vezetni az elejétől. Én 2 dolgot mondanék, és a miniszter úr szerintem nem fog tudni válaszolni erre a sok kérdésre, mert időfián már annyit kérdeztünk, hogy egyik lényeges dolog az, hogy a józan parasztész előjött a mezőgazdaságba és a minisztériumba. 2. Nem ülünk fordítva a lovon. Tehát helyesen ülünk most ma nyerekbe. Ezzel a szemmel is mondhattam volna mindent, de azért mondok 1-2 dolgot. A magyar mezőgazdaság, a mezőgazdasági termelés mellett a élelmiszertermelés és a piac 3 szereplőiből áll össze igen komolyan. Ma reggel a tévő már lehetett látni, a élelmiszerlánc ellenőrzéssel fogjuk meg azt a sok szemetet, ami jön ide. Nagyon fontos. Tehát kihangsúlyozottan említem a piacvédelmet még egyszer, mert ezzel a hazai termelést lehet fokozni, mert egyébként nem tilthatjuk meg, hogy bejöjjenek a termékek, de ezzel nagyon helyre tudnánk tenni a dolgot. Többen felvetették, hogy most is húskombinátoknál gondok vannak. A gazda tulajdonlást nagyon fontosnak tartom, ami elindult több helyen, és ahol látjuk például Alföldtej vagy egyéb helyeken, ott működik a dolog, és ebbe az irányba kell menni, akkor biztos, hogyha a gazda tulajdonos nem fogja az importot behozni, meg a sok szemetet. Ezt is fontosnak tartom. Állattartás. Hát ha rám néznek, látszik, hogy Csabai kolbász, tehát Békés Csabán és Gyulán állítják elő a legjobb szárazárut szerintem Magyarországon, és eredetvédett mindkét termék. Azaz azt jelenti, hogy az ott előállított sertésekből kellene ezt a terméket előállítani. Csak hát nincs sertés. Tehát itt ez a nagy bibi, és egyébként ez marha sok munkahelyet jelentene, tehát nagyon fontosnak tartom azt, ami elindult a sertésprogram, ezt azért mondom csak pozitívumba, meg az, hogy az állattartást egyáltalán, nem csak a sertést, a juh, a marha, az összes állattartást fokozni kell, hisz ez mind munkahelyet teremt.
Egy csomó helyen a kistermelők, őstermelőknek adott a helység, nem kell megépíteni, és hagyni kell már, hogy a nagyüzem, kisüzem, itt mindkettőnek szerepe van, helye van, működjön a rendszer, a mezőgazdaságba meg kell találni azt a lehetőséget, ami a vidéken a munkahelyi teremtést jelent, és az, hogy a Magyarországnak egy biztonságos élelmiszer ellátása legyen. Be is fejezem. A vízgazdálkodás az nagyon fontosnak tartom én is, és tényleg befejezem utána. Itt nem csak az a szerepe az egésznek, ez egy ilyen 20-25 éves program kéne, hogy legyen, és ahogy hallom, ez több évtizedre szól. Itt az is munkahelyet jelent, hogy akik ott azt előállítják majd azokat a öntöző rendszereket, azoknak a műveknek a megépítése jelentősen felszívna vidéken munkahelyeket, és a volumen növekedéssel, mivel az élelmiszer fölértékelődik, a világon egyre több ember van, tehát 2030-ra 9 milliárd embert jósolunk. Tehát az élelmiszer stratégia lesz továbbiban is, nem csak a hazai ellátásban, hanem az exportban. Tehát nekünk ez lényeges kérdés, és ebbe valahol investálni kell. Egy tény, hogy a mezőgazdaságban soha nem lehet hátradőlni. Mert vagy az, hogy melózni kell, befejezem, vagy az, hogy aszály van, vagy az, hogy belvíz van, vagy az, hogy fagykár van. Tehát mindig valami problémák vannak, és ahhoz képest én azt úgy gondolom, hogy ami nagyon fontos most, hogy az irány helyes, és próbáljuk azokat a problémákat is megoldani, amik közbe adódnak. Köszönöm szépen. Horváth István. Köszönöm szépen, tisztelt miniszter úr, tisztelt államtitkárok, helyettes államtitkárok, tisztelt bizottság, tisztelt vendégek. Ezt, hogy szeretnék azon képviselőkhöz csatlakozni, akik köszönetüket fejezték ki a miniszter úrnak, illetve kollégáinak az elmúlt évek munkájáért, és azok az észrevételek, amelyek előremutatóak és támogatják az eddigi munkájukat, szeretnék én is ezekhez csatlakozni. Röviden azért két olyan kérdésre szeretnék feltenni, amit talán még nem hangzott el, az azt, hogy az elmúlt évben volt egy szerintem egy nagyon fontos és stratégiai döntés, hogy tisztítsuk a mezőgazdaságnak a fekete oldalát, és a folytott áfát bevezettük a gabona kereskedelemben, ugye ennek éppen most van az időszaka. Én szeretném megkérdezni a miniszter urat, hogy van-e tapasztalat, hogy ez hogyan érvényesült a piacon a folytott áfa, tehát lehet-e érezni azt, hogy megtisztult, van-e valami gyakorlati visszajelzés ezzel kapcsolatosan, illetve a további tisztulásra való biztatásként szeretném megkérdezni a miniszter urat, hogy tervezik-e a bevezetését, illetve ennek az egyeztetését, hogy a sertésnél, illetve a félsertésnél ott is a fordított áfa, hogy minél előbb kerüljön bevezetésre, hiszen az ágazatnak egyik legnagyobb problémája az, hogy a sertés ágazatban mintegy 50-60%-os a fekete gazdaság, és amíg ez nem lesz kifehérítve, addig nagyon nehéz itt versenyképesen termelni. Több olyan vágóiddal találkoztam, aki azt mondta, hogy azért nem vásárol magyar félsertést, mert egyszerűbb megfinanszírozni külföldről behozottat, mert ott az áfát neki nem kell befizetnie. Tehát mi a tapasztalat a gabonakereskedelemnél, illetve a sertésnél terveznek-e, és ha igen, akkor mikortól? Köszönöm szépen, szeretnék gratulálni az eddigi munkájukhoz. Köszönöm szépen, és majdnem minden képviselőnk hozzászólt, talán egy-két kivétellel. Engedjék meg, hogy néhány gondolatot zárszóhoz közeledve, vagy a képviselői hozzászólások közepette magam az elnökként is, hagyd tegyek meg. Tisztázzuk, ilyen kemény, szélsőséges időjárási körülmények között még egyetlen egy kormány sem kormányzott, ha a 2010-es és a 2012-es évet nézem. Tehát félelmetes volt, amit a mezőgazdaságnak ki kellett bírni, és hogy az agrárkormányzatnak miben kellett közreműködni, védeni, menteni, és hát biztosítani a következő évi termelési alapokat, hogy ne menjenek tönkre. Ez az alaphelyzet. Én, amit a legfontosabbnak tartok az eddigi időszakból, és közvetlenül az elmúlt egy évnek az időszakából, hogy egyetlen egy kormány sem vállalkozott 1990 óta, hogy merészkedjen egy nemzeti agrárstratégiát, egy hosszú távú, itt egy 10 évre előre mutató agrárstratégiát kidolgozni. Ebben lehet persze vita, hogy milyen az irányultság, de itt legalább van egy agrárstratégia, amit úgy iránytűnként minden agrár érintett valamilyen szinten figyelembe vehet. A két legkiemeltebb tevékenysége véleményem szerint, és ez hosszú távon eldöntheti a magyar gazdák sorsát, közös agrárpolitikában való stratégiai helytállásunk. Én úgy érzem, hogy ott igen-igen jó pozíciókat tudtunk a lehetőségekhez képest elfoglalni, tehát a lehetőségeket nézzük meg. Valamint a legnagyobb kihívás nyilvánvalóan az a földtörvény lesz, amit itt sokan megemlítettek. Ami a legnagyobb siker az elmúlt időszakban, az a hazai termékek
fogyasztása iránt való fogyasztói bizalom felkeltése. Tehát, hogy meg tudtuk érteni a magyar fogyasztók, hogy legyenek már szívesek magyar terméket fogyasztani. Nagyon nagy PR tevékenység, törvényi háttér, hányszor módosítottunk helyi piacok megnyitására való lehetőséget, stb. Ne is soroljam itt föl. És a közvéleménykutatók adatai alapján 85%-ban magyar fogyasztók, hála Istennek, szeretnének magyar élelmiszert fogyasztani. Tehát az igény megmaradt. Ez egy óriási dolog, erre építeni kell, és biztatom a kormányzatot, hogy ezen az irányon menjen tovább kőkeményen a magyar fogyasztói igények felé, és a magyar termelőknek a termékeit próbáljuk meg összepasszítani és megtalálni a közös nevezőt. Ami a legnagyobb kihívás lesz, véleményem szerint, az a vízgazdálkodás kérdése. Szanaszét van a rendszer, sajnos ezt kell, hogy mondjam. A vízitársulások nagyon nehéz kérdésköre, az állami vízkormányzás rendszere és a folyamatos belvíz, aztán hirtelen asszály vízmegtartó képességi rendszerek kiépítésének sok-sok évtizedes hiánya most nyakunkba zúdult, és mindenki csak a bajt látja a most beköszöntött asszály miatt. Kikerülhetetlen a hosszú távú, teljes átfogó vízgazdálkodási rendszer képítése. Úgy érzem, hogy stratégiailag ez lesz a legfontosabb feladata a következő időszakban a kormányzatnak. Technikai kérdés, csak címszavakba. Miniszter úr, olvastam, de azra kérem, hogy a gázolaj visszaigénylésnek a jelenleg iszonyú bonyolult szabályozásába, tudom, hogy szándék van, de ebben lépjünk, mert én magam végzem az igénylést, tehát az összes űrlapot magam töltöm ki, az valami katasztrofális. Azt komolyan mondom, hogy nem kívánom senkinek se azokat az adathalmazokat kétszeresen fölírni, amit egy számla tartalmaz. Persze mondhatjuk azt, hogy akinek ez nem tetszik, az ne igényeljen vissza gázolajat, és akkor nem kell írkálnia semmit. De én tartok tőle, hogy sokkal egyszerűbb körülmények között is a gázolaj visszaigénylés megvalósítható lenne. Szeretném jelezni, hogy igényt tartunk, és napirendre fogom tűzni a sertés stratégiának kérdéskörét, most már a bizottsági szinten való megtárgyalását. A bejelentésre került kormány döntött, szeretnék részletesen erről most már szakmai körökben akkor beszélni. Valamint többször megemlítették, termelői alapunk, kutatói hátterünk, itt konkrét kérdésem lesz kapcsolódva Tifán Zsolthoz, szőlészeti borászati kutatóintézetek. Sajnos, amíg a 4 komoly borászati kutatóintézet 4 felsőoktatási intézményhez tartozik, mint jelenleg, addig stratégiai alapkérdésekben nem tudunk dőlőre jutni, hogy merre, hogyan tovább magyar szőlészet borászat. Tifán Zsolt említette egy súlyos számot, 2 millió hektoliter alatt lesz valószínű az idei bormennyiség. Ez automatikusan azt jelenti, hogy 1 millió hektoliter importra fogunk szorulni, mert 3 millió hektoliternél tudjuk az egyensúlyt fenntartani. Ez súlyos következményekkel jár, mind hatóságra, mind a termelőkre, mind a pincészetekre. Nagyon komoly kérdés, és erre a kutatóintézeteknek kell alapokat adni, hogy milyen fajtákkal, milyen stratégiával, milyen víztűrőképesség, milyen fagytűrőképességű alanyokkal, hogyan, merre tovább magyar szőlészet borászat. Ehhez viszont a minisztériumhoz kell, hogy tartozzon a mind a 4 szőlészeti borászati kutatóintézet az egységes stratégia kidolgozása miatt. Köszönöm szépen! Miniszter úrnak jó sok papírt adtunk, úgy látom, és volt alkalma félelmetes mennyiségű gondolatokat és kérdéseket jegyzetelni, és most egy szűk óra hosszá áll a lehetőségre, hogy megválaszoljon ezekre a felvetett gondolatokra és kérdésekre. Miniszter úrnak adok szót.